A lista vezető Puskás Akadémia ellen továbbra is több sérültet nélkülözött az Akvitál FC Csákvár, a betegségéből felépülő Sejben viszont már visszatérhetett a kezdőbe. A másik oldalon Pintér Attila, a sérülése bajlódó Csirus, illetve Hegedűs János játékára sem számíthatott a Szomszédvár elleni összecsapások. A Puskás Akadémia már a harmadik percben komoly zicsert rontott, egy remek indítás után Tisler fejelte a labdát Szatmári elé, a középpályás lövését azonban szögletre ütötte Kovács Dániel. A 11. percben jött az első hazai lehetőség, oldal beadásáról Sejben maradt le centikkel a hosszú saroknál. A 17. percben fordított volt a szereposztás, Sejben kereste labdájával a középen érkező oldalt, ám Heffler fejjel tisztázott. A 24. percben aztán megszerezte a vezetést a vendégcsapat, Prosser középről jött labdáját, Spandler készítette le, Szatmári pedig másodszor nem rontott, nagy gólt lőtt a csákvári kapuba. A 30. percben Dulló hosszú indítását Hegedűs kapus csak üggyel bajjal tudta megszerezni a rátámadó Sejben elől, majd az első félidőt oldal kaput elkerülő lövése zárta. A második félidő elején oldal Tibor már a kaput is eltalálta, az 52. percben Hegedűs nagy bravúrral mentette meg csapatát a góltól. Az 56. percben egy felcsúti szöglet után Hodgyai kis híján a saját kapuját vette be, majd a Bakos csavart mellé egy szabad rúgást a túloldalon. A 70. percben Sándor György került lövőhelyzetbe, a vendégek csapatkapitánya tüzelt is a 16-osról, Kovács azonban Újhegyjel szögletre tolta a labdát. A hajrában aztán Hegedűsnek akadt dolga inkább, a 82. percben Bakos szabadrúgását húzta le, majd a 90. percben egy újabb Bakos pontrúgás után Kékesi elől mentett szögletre. Az esetet követő sarokrúgásnál azonban már ő is tehetetlennek bizonyult, az Akvitál FC Csákvár az utolsó percben pontot mentett a listavezető ellen. Megvan még, Molnár Tibor lövi be középre, és ott a gól, hihetetlen kérem szépen, Gottfried Dániel a 90. percben betalál. Ez a döntő számunkra felér egy győzelemmel. Hát nem volt könnyű meccs számunkra, mert nem vagyunk egy jó periódusban. Reméljük, hogy kilábalunk minél hamarabb. Aztán próbáltunk felkészülni a Puskásból, de hát, ilyen kvalitású játékosokból nehéz felkészülni, mikor meg tudják húzni a váratlan bármikor szinte. Szerintem a csapat kitette magát, mindenki oda tette magát, szerintem ez egy jó eredmény számunkra. Már csak a győzelem hiányzik, úgy érzem, hogy a csapat kezd magára találni egyre jobban. Már 3 meccse veretlenek vagyunk, ezt fogjuk fel pozitívként. Reméljük, hogy hamarosan megtörik az átok, aztán tudunk győzni is.